6-7 perces műsorra lehetett nevezni, és ahogy azt már mondtam, minden kategóriában a csoport összlétszáma maximum 8 táncos lehetett, illetve a kamara csoport alsó korhatára 14 év volt. Nagyobb létszámú együttesek több kamara produkcióval is nevezhettek, és ezekben lehetőleg nem ugyanazok a táncosok fognak majd szerepelni. Úgyhogy kezdődik is a megmérettetés. Elsőként a Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület Bartók táncegyüttesének leánykara fog szerepelni. Karocsai táncokat adunk majd elő, művészeti vezető Szécsi Zsolt. Ezután pedig a Horgosi Civele Tánccsoport lesz majd a szórakoztatásukra. Fogadják a fellépőket és a versenyzőket is nagy szeretettel. Thank you.
Horgosi Tibere táncsoport szólistái, Pinko István és Molnár Máté fogják folytatni a műsor. Rábakozítósok táncolnak. Ez nem egy versenyszám, csak szórakoztatás. Fogadják őket nagy szeretettel. Most pedig határon túli versenyzőink következnek, a Mecsek Kamara Tánc Együttese, akik mezőkörpényi táncokat fognak előadni. A Mecsek Tánc Együttes Pécsről érkezett, és két év múlva fogják ünnepelni a fennállásuknak 70. évfordulóját. A Mecsek Kamara Tánc csoport az erdélyi Székely mezőség egy különleges falujának, mezőkörpénynek a hagyományait eleveníti fel. Az alig 300 lelket számláló mai napig szinte színmagyar település nem csak zenéről és táncáról, de különleges népi építészeti emlékeiről is híres. Koreográfiánkban megidézzük a töredékesen felmaradt helyi férfi táncot, a verbunkot, valami teljes tépségében szeretnénk bemutatni a helyi forgós, forgatós páros táncokat, a jártatót, a korcsost és a cigánycsárdást. Ezt tőlük idéztem, fogadjuk tehát a Mecsek Kamara Tánc Együttes nagy szeretettel.
szépen a Mecsek Romara Táncegyüttesnek, most már én is kapok levegőt, úgyhogy a következő biztosan megni fog. A következő fellépők tehát a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ Szilaj Kamara Táncegyüttese, akik sárközi táncokat táncolnak ma nekünk, művészeti vezetőik Pintér Krisztián és Szécsi Viktória. A következőben pedig a Boldogsi Cibele Táncegyüttes szólistája Balla Dávid fogja majd szórakoztatni a önöket, de egyelőre a Szabadkai csoportot fogadják nagy tapssal. Szólistája Balla Dávid szórakoztatja önöket, és egy kalotaszegi legényest fog előadni. Ez nem egy versenyszám, hanem csak
az önök szórakoztatására van. Fogadják ők nagy tapsal. A Horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület Bartók táncegyüttesének kamara csoportjával kalotaszegi román és magyar táncokat fognak látni tőlük. Művészeti vezetőjük Szécsi Zsolt. Fogadják őket nagy szeretettel.
Thank you.
Köszönjük szépen Lucának és Zsanettnak ezt a Rába közi előadást. Most pedig szintén egy nem versenyszám. A Borgosi Cibere Táncegyüttes szólistája Dávid fog Szatmári Bergunkot előadni. Fogadják őt nagy szeretettel, utána pedig folytatjuk majd a versenyszámokkal. Thank you.
kamara csoportjának most pedig az utolsó versenyszám fog következni. A Horvosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület Bartók Ifjúsági Tánc Együttesének kamara csoportja előadásában, akik Vajdaszent Iványi táncokat táncolnak ma. Művészeti vezetőjük Szécsi Zsolt. Fogadják őket nagy szeretettel. Thank you.
Tamás együttesnek és Noka Ferencnek köszönjük a kísérletet a mai műsorhoz, és tisztelt hölgyeim és uraim, kedves táncosok, a zsűri most visszavonul, és egy rövid szünet után pedig sor kerül majd az eredmény hirdetésre. Maradjanak velük a továbbiakban, és további szép napot kívánok mindenkinek!